Hello, hello! Unboxing kávé. És a csomag nyitogatásra szolgáló kézi készülék. És a csomag, amit már nagyon, nagyon vártam. Lássuk is, hogy mi van benne. Jó, jó, mindig úgy csinálok, mint hogyha nem tudnátok, mi van benne. Nyilván, hogy tudjátok, mi van benne, mivel a videó címe már eleve ez lesz. Így. Csak szépen óvatosan, lassan, nem sietünk sehova. Ez az. Rajta a felirat, hogy bontott doboz. Ugyanis ez egy bontott kártya volt. Hát meglátjuk, hogy mit jelent a bontott a 220-nak a boltjában. Azt tudom, hogy Emag-tól már rendeltem ilyen bontottat. Bontott. És az kapásból garanciával vissza kellett küldenem egy TV okosítót. De utána még nagyon sokáig üzemelt, de mostanában meghalt. Lehet, hogy az is villámcsapás áldozata lett. Nos! Lássuk! Tehát, Radeon RX 480, 8 GB DDR5-ös, tripla hűtéses, Gaming Strix, ugyebár Asus-tól. És az miért nincs rajta? Vagy ez? Ez a márka a Strix? Én abban voltam, hogy ez Asus. De sehol ilyen megjelölés, jól van. Na, azt mondja, hogy... Aha. Itt nyílik, de azért nézzünk rá a dobozra, hogy mik láthatók rajta. Ó, lesz itt rajta színes LED, meg minden, ami kell. Aura világítással, ahogy kell. Valami nagyon jól súlyozott ventilátorok. Mi van még itt, ami érdekes lehet? Aha! Ahogy a Strixeken szokott lenni, van külső ventilátor csatlakozási lehetőség. És úgy, hogy 4 pines csatlakozók, és maga a videokártya vezérli a ventilátorokat. Ez pozitív. Nem próbáltam még ki, a 460-asomon van ilyen, nem próbáltam még ki, ugyebár ott nem kellett úgy plusz hűtés, de itt akár meg is lehet próbálni. És ugyebár a Strixes vezérlő program, túlhajtó program, vagy a frásznak nevezzem. Jó. Itt vágunk rajta, megtesszük a bemetszést. Nem akarom szétbarmolni a dobozt. Ez az. Így, és akkor lássuk, hogy mit mutat a tartalom. Hát mégiscsak Asus. De érdekes, hogy kint a dobozon sehol nincs föltüntetve, vagy Asus. Na. Ennek is van egy ilyen kis belső vékonyka kis doboz arany felirattal, amiben megtalálható a kézikönyv. Szokásos World of Warship kártya, ami megy a többi közé, mert már egy egész gyűjteményem van. Egy lemez és két csomag kötegelő. Az ilyen... ezeket ki is veszem, szerintem fel is fogom használni. Jó.
Ilyen jó kis tépőzáras köteg elő. Megmozgatom picit a kamerát, jó. Akkor továbbá. Szivacs. Meg szivacs. És a lényeg. A dobozokat rögtön el is tüntetem innen, hogy ne zavarják a kamerát. Szasz. Helyezzük a kis drágát. Jó. A ventilátorok rendben vannak. A hűtése igen masszív. Hát közelít a 460-as MSI kártyához a súlya. Vagy ott is van. Itt is ugye bár ilyen ledes világítós cuccok. Hátlap. Fém hátlap. Ez segít a hűtésben. 8 pines konnektor. Ennél érdekes módon nem úgy vannak megcsinálva a hűtcsövek, hogy erre fölfelé jönnek ki, hanem ott középen mennek el, tehát a ventilátorok alatt. És ha jól számolom, 1, 2, 3, 4, 5, nem, 1, 2, 3, 4, hát 5 csövet számolok, de lehet, hogy 60 is tévedek. Csatlakozó terén van divé. És display. És még egy display. Jó, mondjuk a méretéből is meg lehet látni, hogy display, HDMI. Két-két különböző, és még a digitális fajta DV csatlakozó. Ugyanis az analógnál van, hogy itt ez a kis, így rakom, hogy lehessen látni, tehát itt van egy ilyen kis vágás, amiben ugye egy ilyen lapos kis csatlakozó megy be, és az analógon még mellette vannak lukacskák. Két-két luk minden oldalon. Ez azért van, hogy ne tudjunk, tehát erre nem tudunk rárakni ilyen analóg átalakítót. Elméletileg, aztán lehet, hogy tévedek. Na, csatlakozósor nem túl kopott. Gondolom használva már lett, lehet, hogy már megfordult, vagy három bányásznál mire ideért. Nem valószínű, de... A bontott általában azt jelenti, hogy kipróbálták, nem? Vagy valaki elvitte, nem tetszett neki, visszahozta. Jó, akkor ennyi lett volna ennek a Asus Strix kártyának a kicsomagolása. Ugyebár majd meglátjuk, hogy a 480-as proci mit hoz, már mondjuk tudjuk. Ez a hűtés ugyebár nagyobb tuning potenciált rejthet magában. Tehát kevesebb hővel több tuning. A 8 giga RAM ugye majd meglátjuk, hogy milyen chipes. Az is lehet, hogy olyan chipes, amit nem szeretünk. Nem baj. Majd úgyis lesz teszt róla, de ma már nem. De biztos, hogy lesz róla teszt. Jó? Valószínűleg olyan videóval lesz egybekötve, hogy beszerelés a rigbe, üzembe helyezés, riser, beüzemelés, stb. Jó? Ja, akkor ennyi volt, és majd lássuk a medvét. Hello!